Kisebb jubileumhoz érkezett az MLS megyei igazgatósága által életre hívott kezdeményezés, 5. alkalommal díjazták az elmúlt naptári év legjobbjait. Mint Vaka Árpád megyei igazgató elmondta, a döntéshozóknak nem volt könnyű dolguk, mivel a megye labdarúgása nem csak a csapatok és játékosok számát tekintve tartozik az országos élmezőnybe, a minőségre sem lehetett panasz 2019-ben. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján azért nagyon sokan nézik, várják, hogy kik lesznek az idei díjazottak. Nagyon olvasottak mindig az erről szóló hírek, cikkek, és az tapasztalatok tényleg azt mutatják, hogy azért általában sikerül jól beleválasztani, hiszen valóban olyan játékosokat, olyan edzőket, olyan csapatokat sikerül kiemelni, aki a többi csapatnak, edzőnek, labdarúgónak is a szimpátiáját elnyerte teljesítményével. Azt hiszem, ez idén sincs másképp, bár gyorsan hozzáteszem, hogy azért nagyon sok kategóriában, nem is azt mondom, hogy heves, de azért igen nagy viták voltak, hiszen több jelölt is akadt. Szerencsére ki kell emelnem, hiszen ez azt jelenti, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye azért igencsak sok értékkel dolgozik a labdarúgás terén. Nem csak sok csapatunk, sok labdarúgónk van, sok edzőnk, hanem sok jó csapatunk, jó labdarúgónk és jó edzőnk. Az elmúlt év legjobb játékosának választott Ladányi Dávid a nagyhalásszal ugyan lecsúszott a bajnoki címről, de a magyar minifutball válogatott tagjaként az ausztráliai világbajnokságon képviselhette a megye labdarúgását. Nagyon hosszú szezon volt minden téren, kis pályán, nagy pályán. Volt egy kisebb sérülés is, de hál' Istennek abból hamar fel tudtam épülni. Jött egy megkeresés kis pályán, amit örömmel fogadtam, beívtak az amatőr magyar labdarúgó válogatottból, sikeresen szerepeltünk, ugyanígy nagy halásszal is, nagy pályán mindent megtettünk azért, hogy bajnokságot nyerjünk. Ugye az utolsó fordulóban szerintem egyedi eset volt ez, hogy 4 csapatnak is azonos pontszáma volt, hogy ki lesz a befutó a legvégén. Ugye mi az Ibránnyal játszottunk, a Nyír Gyulaj az Ecset, de hát sajnos mi, ha nyertünk volna azon a meccsen, akkor ugye úgy lettünk volna bajnokok, hogy hazai pályán Ibrányt megverve nagyon sok néző előtt, de sajnos ez nem sikerült, így Ecset lett a bajnok. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye labdarúgásáért díj a Szécsi Szabolcs Tarpa polgármestere vehette át. A határmenti településen 8 éve kezdték el a fiatal futballisták képzését. Ma már az NB1-ben és az NB2-ben is szerepel tarpai nevelésű játékos. Most már 176 gyereknél járunk, aki mind az utánpótlásban dolgozik, és utánpótlás korosztályban tudtuk őket igazolni és versenyeztetni. De én azt gondolom, hogy ez a díj ez nem feltétlenül nekünk vagy a mának szól, hanem mindazoknak, aki ezelőtt ebben a 8 évben tisztességesen dolgozott, teszi a dolgát, hozzáteszi azt a szakmai értéket, azt az anyagi értéket, amivel ezt meg tudjuk valósítani, és én azt gondolom, ez egy igazi település program, tehát nem feltétlenül csak egy sportprogramról szól. Úgyhogy én ezt azt gondolom, hogy mindenki nevében köszönettel és hálával tartozunk ezért a díjért. Az év edzőjének, az újfehértói Piskóti Zsoltot, az év utánpótlás edzőjének, a szintén újfehértói Dankó Zsoltot, az év utánpótlás játékosának, a Máté Szalkai Szilágyi Patrikot választották. Az év csapata a Nyír Gyulaj, az év utánpótlás csapata a Tiszta Berek U19-es együttese, az év női egyesület a Nyíregyháza Spartakusz lett. Az év játékvezetője díjat Kosztyú János, az év aktívája elismerés pedig Hodzik László kapta.